Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Édes Kettes nézőit, nekivágunk aktuális érzékfejlesztő verbális örömszerzésünknek, melynek vendége Pados Krisztina, a Princesz Hegedűse, aki nem első alkalommal szerepel már itt az Édes Kettesben. Jó néhány évvel ezelőtt diskuráltunk mi itt egy nagyot, de hát akkor még egy egészen más felállású princeszről beszélgettünk, illetve azon béli tagságodról, és hát közben az együttes megújult, hölgyeim és uraim, úgyhogy mielőtt nekivágnánk ennek a beszélgetésnek, nézzük is meg, hogy hogyan néz ki az új princesz. Nos, hát így néz ki, hölgyeim és uraim, az új princesz a megújult verzióban, ami már nem is annyira új, mert ugye most már jó két éve van ez a felállás. Igen, igen. Hát sem vizuális, sem akusztikai élvezeti értékében nem változott és nem romlott, sőt, mondhatnám, de hát ugye két hölgy kicserélődött, ilyen értelemben te képviseled a kontinuitást a régi felállású és az új felállású princesz között. Mondhatnám a frontasszonyát, köszönhetem itt velem szemben.
Isten, igazából mikor is történt ez a változás? Mert az a helyzet, hogy én egy pár héttel ezelőtt ugye szembe jött velem egy plakát, talán az ominózus operettszínházbeli koncerteteket reklámozandó, és akkor lepődtem meg, hogy egyáltalán még ugye ez a csapat úgy létezik. Tehát én ezt annyira, én azt hittem, hogy így megszüntetek, vagy elcsendesedtetek, vagy mindenki elment így a maga kis dolgait csinálni, de ha jól tudom, a megszűnésről szó sem volt. Tehát hogyan is formálódott át az új felállásúvá a Princess, és mikor tájt? Igen, igazából az a minden fronton azzal találkozom, hogy jé, ti most megint vagytok, mikor szűnt meg az együttes, és mi volt ez a nagy comeback, vagy mikor történt, és mindenkinek azt kell, hogy mondjam, hogy nem szűntünk meg tényleg, tehát így mindig volt együttes. Ez való igaz, hogy hát ugye 2001-ben alakultunk, és a kezdeti évek azok nagyon-nagyon pörgősek és rettenetesen jól teltek, nagyon sok szerepléssel, megjelenéssel, és 4-5 év után, vagy 2006 körül mondjuk így, hogy tényleg volt egy kis csendesedés, akkoriban vált ki az egyik tag, Molnár Ildi, akinek a helyére jött a Bea, Molnár Bea. Nem rokonok, csak név. Nem, névrokonok, igen. De mindenképpen Molnár nevét kerestetek Molnár, a csapatnak. Molnár, de csak névrokonok, igen. És 2 évvel ezelőtt hagyott itt minket a Sándor Kriszti, és ő helyére pedig az Irosfai Dorkát kaptuk. Úgyhogy valójában ebben a megújult formában talán mondhatom azt is, hogy az a kezdeti hihetetlen nagy berobbanós gőz, az már nincsen, de azt hiszem, hogy nem is nagyon hiányzik az, hogy minden nap más városban és csak a buszon ülve éljünk, de én azt hiszem, hogy még mindig vagyunk, tehát örülünk annak, hogy vagyunk, és örülünk, hogy egyáltalán egy ilyen koncert is létre tudott jönni. Hát nem is kicsi volumenben, azt erről már fogunk bőséggel beszélgetni, de tényleg érdekelne az, hogy egy ilyen jellegű csapat, mert tényleg azért nagyon, nagyon egybe voltatok, tehát volt alkalma az Édes Kettes évekkel ezelőtti kiadásaiban beszélgetni mindannyiótokkal, és láthatóan egy eléggé összeszokott erős csapat volt, persze ezen belül önálló egyéniségekkel. Neked, mint aki gyakorlatilag ugye, ahogy fogalmaztam, a kontinuitást képviseli, és átíveltél egyikből a másikba, neked mennyire volt nehéz megszokni az új játszótársakat? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én tényleg, mint az állandó, az őskövület, vagy hogy is mondjam, az együttes veteránja. Nem rossz ez így őskövületnek, ha... Sokat szoktam gondolkodni azon, hogy vajon milyen is volt a régi csapat, és vajon milyen is az új csapat. És nyilván az Ildivel meg a Krisztivel alakult a Princess, tehát azt már nem veheti el tőlünk is senki. Ővelük megéltünk teljesen más időket, mint most a Beával meg a Dorkával. Fiatalabbak voltunk, nagyon új volt ez az egész. Az, hogy egyáltalán a nagyzenekari létből kiragadott minket, a Környei Attila, az akkori menedzserünk, mi hármunkat, és egy teljesen új dimenzióba, egy teljesen új földrészre helyezett minket, ahol van lemez készítés, stúdió. Mondjuk a stúdióval korábban is már ugye találkoztunk így klasszikus zenei pályafutásunk alatt, meg azt, hogy interjút kell adni, hogy szép varnak nekünk ruhát, hogy fotózásra kell járni, hogy tévé, rádió, újság, cikk. Szóval ez mindegy olyan hihetetlenül új dolog volt, és teljesen váratlan volt az életünkben, amivel így egyik pillanatról a másikra kellett megbarátkozni. Bocsás, meg ti ismertétek előtte egymást? Igen. Ildivel és Krisztivel? Igen. Pontosabban az Ildit nem ismertem én személy szerint, mert érdekes módon, igen, akkor ő még Győrött utolsó éveit végezte a főiskolát, de a Krisztivel már nagyon sokat dolgoztunk mi korábban együtt, és az a dolognak a pikantériája egyébként, hogy annak idején első ízben a Molnár Bea lett megkérdező, hogy szépen fogalmazzak, ő kérte fel elsőként az Attila, hogy mint leendő princesznek, hogy csak akkor ő várandós volt az első babájával, és nem kellett mondania, és ő adta meg az Ildik telefonszámát, meg a Krisztiét is, és a Kriszti engem hozott magával, úgyhogy gyakorlatilag így ültünk le az Attilával hárman beszélgetni. A sors ilyen szépen rendezte aztán. Igen, és akkor végül is, igen, de meg nem kerülhette el a sorsát, úgymond ezt szoktuk így kicsit ilyen
viccesen mondani, Meg hogy nagyvonalú volt egy másik ember felé, és azzal is adott neki egy igen, és akkor végül is lehetőséget. eltelt 10, majdnem 10 év, és végül is itt találta magát, úgyhogy igen, ismertük egymást. Egyébként ugye eltelt ez a sok év, és hát az alatt kismillió koncertetek volt, tényleg a Csapból is ti folytatok egy időben, ami azért ugye, sokféle csoportdinamika létezik együtteseken belül. Titeket ez erősített, már az akkori felállásra gondolok, vagy inkább eltávolított egymásod? Tehát, hogy amikor már ennyi időt együtt töltöttetek, és tényleg minden helyre színre együtt utazni, stb. Országszerte, akár Európa szerte, ez egy ponton túl nem őrli fel azt a kohéziót, ami az elején még egy ilyen irtózatos robogó vonatként összetart és süvít bennetek? Vagy de ez pontosan így volt, és ez egy olyan megfogalmazás, hogy felőrli, igen. Tehát az elején még marhára hajtott minket ez az újdonság ereje, és csináljuk, és de jó, és mindenki ránk figyel, és nincs szabad percünk, és alkossunk még, és menjünk ide, és fellépés hátán, nagyon jó volt, csak amikor már úgy tényleg az volt, hogy mindig kell menni, és mindig kell valamit csinálni, akkor, és nagyon összeszűkült a közeg, tehát mi hárman voltunk, ami egyfelől jó, mert csak másik két emberre kellett úgymond figyelnem, vagy hozzájuk igazodni, de egy ponton túl már számomra egy kicsit olyan nagyon nyomasztó is volt, mert beszűkült a tér, tehát nem volt társaság, nem volt közösség élményem. És sajnos ez sokszor súrlódáshoz vezetett, de azért mentségére legyen mondva a dolognak, hogy voltam én már meg mindhármunk közül, tehát mind a hárman voltunk már olyan nagy zenekari turnén, ahol mondjuk másfél hónapig egy szobában laksz úgymond a legjobb barátnőddel, mert vele szeretnél lakni, és három hét után már az egymás agyára megy mindenki. Tehát olyan szintű tartalékok mind felőrlődnek, mind elfogynak, amikor már toleráns szeretnél lenni, de nem tudsz. Amikor már elnéző akarsz lenni, de nem tudsz. És már minden idegesítés, minden teljesen... Tehát nem tudsz már mit mondani, csak azt mondani, hogy hagyj békén, ne szólj hozzám. Na most itt ilyen nem volt, de az való igaz, hogy most mit szépítsem, mert nyilván voltak kevésbé napsütéses pillanatok. Igen. Volt, igen, valóban ilyen, de hát azért ezt persze igyekeztünk áthidalni. Most viszont az új felállást láthatjuk, és azt hiszem, hogy az elmúlt két évben még nem untatok rá egymásra, és nem őrültétek fel magatokat, vagy egymás, vagy nem őrlődött fel ez a csapatkohézió. Ha úgy, mint csapatot tekintjük, és esetleg a dolognak egy picit a pszichológiai vetületét, miben különbözik ez a mostani Princess a régitől? És ha valaki ezt te tudhatod igazán. Szerintem sokkal nagyvonalúbbak vagyunk egymással. Sokkal higgadtabbak vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy megértünk a feladatra. Ezt így butaság mondani, mert a Dorka ugye csak két éve van velünk, de ő, mint legfiatalabb tag, bekerült ide, és nagyon-nagyon felnőttnek, nagyon érett gondolkodásának, nagyon nagyvonalúnak, nagyon üdének érzem a jelenlétét. Nagyon az enyénysége nagyon kell ide, nagyon passzol, egy ilyen nagyon vidám, nagyon üde kislány. Nagyon, bocsánat, hogy így mondom. Nagyon üde leány, aki mindig mosolycsal az ember arcára, rettenetesen sok szeretet van benne. A Bea egy kicsit robbanékonyabb, ő azért úgy fejjel tud menni a falnak, aztán úgy visszavesz. De ő is olyan én az a legjobb szó nekem arra mostani felállásra, hogy sokkal felnőttebbek, meg nagyvonalúbbak vagyunk. Szóval nincsenek ezek a kicsinyeskedések, amik egy idő után persze, hogy vannak, mert az ember már kákán is csomót keres a másikban, mert itt tudom, hogy mennek ezek a kakaskodások. De valahogy, és szerintem ez azon is múlik, biztos, hogy én is egyébként értem, hiszen 10 év eltelt, tehát, sőt, 12 év eltelt. Tehát ezért ez egy ember életében sok idő. Szokták mondani azt, hogy három nővel együtt dolgozni, úristen, hát ez milyen borzasztó lehet. Lehet, hogy az volt, sok esetben még biztos, most is törünk sok borsot, a menedzserünk, meg még egy-két ember, hangmérnökök, meg a hangmérnökök. De ő is nő egyébként, úgyhogy ilyen értelme talán egyen megértőbb, vagy nem tudom, hogy jobban tolerálja ezt a helyzetet. Nem tudom, de tény, hogy azért sokszor nem volt velünk könnyű, tehát én is benne voltam ebben nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy mindenki törekszik arra, hogy igen, tehát a másikat ugye el kell fogadni, a másikra oda kell figyelni, toleránsnak kell lenni, és észrevenni, a kritikusnak is lehet lenni, de azért így minden tekintetben így jót is kell mondani, nem csak a kritikát, úgyhogy ez az alapján. Tehát ha jól értem, egy kicsit ilyen megérkezett, Igen, letisztultabb, olyan, hogy a helyünkön vagyunk, szóval úgy, nincs már ez az ilyen feszültség, meg ilyen, nem tudom, ilyen
és akkor, hogyha nem lesz valami, vagy így alakul, vagy engem mutatnak, vagy akkor téged mutatnak, akkor mi lesz? Szóval, hogy elengedjük, elengedtük a dolgokat. Ez, a princesz, nincs mit bizonyítanunk, úgy gondolom. Tehát így, hála Istennek, hogy még a közönség bejön a koncertünkre, hála Istennek, hogy még tapsolnak nekünk. Én ennek nagyon örülök, tényleg. Tehát 13 éve vagyunk lassan, és ezt nem gondoltam volna 2001 őszén, hogy ez idáig eljut. Amikor ezek a úgynevezett csendesebb évek voltak, akkor a közönség érezhetően hiányolt benneteket? Tehát valamilyen, ugye akkor már ezek a közösségi oldalak, stb. Beindultak, és hogy például volt egyfajta észlelhető jelentkező hiányérzet veletek kapcsolatban? Noha rengeteg új ismertség, ideig óráig tartó sztárocska bukkant fel, ugye különböző tehetségkutatóknak köszönhetően, meg volt, aki persze talpon is maradt mind a mai napig, de és emiatt aztán szükségképpen háttérbe szorultak azok a régebbi ismert előadók, de ettől függetlenül azért, akik most például feltöltötték és megtöltötték ezt az Operettszínházat ezen az ominózus koncerten, ők azért nem feledkeztek meg rólatok, úgy látod? Hát ezek szerint nem, de megmondom őszintén, hogy amikor voltak ezek a csendesebb időszakok, akkor én nem nagyon bújtam a médiát, vagy a visszajelzéseket, vagy a sajtót, vagy a rajongói gondolatokat, mert én úgy gondoltam, hogy ez most így kell elfogadni, nyilvánvalóan általad is említett tehetségkutatók szereplői sokkal fontosabb szerephez jutottak, ő rájuk figyel mindenki, őket kell isteníteni, de amikor voltak fellépések, mert azért ezekben a úgynevezett csendesebb időszakokban is azért voltak fellépések, és való igaz, hogy a médiában keveset szerepeltünk, és azért hitte azt mindenki, hogy megszültünk, de a fellépéseinken mindig azzal szembesültünk, hogy hát végül is csak valamiért minket hívnak, és a közönség bejön és tapsol. Szóval persze aztán, amit az elején is mondtam, hogy 90%-ban azzal találkoztunk, hogy most akkor újra vagytok, tehát nem szüntetek meg is. Tényleg valójában nem szüntünk meg soha. Mikor csak hogy igen, tehát a tagcsere az egy szükségszerű dolog volt. Nem gondoltunk egyébként soha arra, hogy a valamelyik lány, mert ki akart, vagy ki kellett válnia, hogy akkor megszűnjön az együttes, hanem hál' Istennek két tagcserét is túléltünk, megéltünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát valóban, tehát vagyunk. Számodra ezek a tagcserék nehéz pillanatok voltak? Gondolok itt arra, hogy ugye te neked ez a legfontosabb dolog, vagy az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb dolog az életedben, jól tudom, itt ilyen család, meg külföldre utazások voltak a tagcserék hátterében, tehát kicsit úgy is tűnhetett, vagy úgy is élhetted meg, hogy úgymond cserben hagyták a csapatot a kolléganőid. Nehéz volt ezeket a változásokat úgymond magadba rendezned, vagy te elfogadtad, hogy hát most így döntöttek, aztán majd lesz. Én megmondom őszintén, hogy én úgy voltam mindkét tagcserével, az elsőnél különösen, vagy nem is tudom, hogy ezzel, inkább a másodiknál, hogy én nagyon megijedtem, hogy ez a princesz, Ildiva és Krisztve, mi lett tagcsere, jó, de és aztán a Bea személye az garancia volt a folytatásra, és a kezdeti nehézségek után jól működött a dolog, tehát úgy gondoltam, hogy akkor itt most ki lehet fújni a levegőt, mert tagcsere ide vagy oda, megy tovább a dolog. És akkor még volt. Tehát ő Kriszti még akkor volt. Még volt. És akkor azt tapasztaltam, meg a Krisztivel azt tapasztaltuk a felépéseken, hogy ez kicsit durván hangzik, meg kicsit talán túlzás is, de tök mindegy, hogy milyen három lány van ott, csak lényeg, hogy hárman vagy legyünk. Sajnos ez van. Vagy nem sajnos, de ez van. És azt, hogy mennyire hagytak cserben, én nem egyáltalán nem gondoltam egy pillanatig sem arra, hogy akár ő, akár aztán ugye, tehát akár az Ildi, vagy akár a Kriszti így úgymond cserben hagyott minket. Valószínűleg én is ugyanígy döntöttem volna a helyükben. Tehát ezt én abszolút nem így fogtam föl. Az a pont egy nő életében, ahol esetleg mondjuk egyszer csak mérlegelni kell, és a család előbbre kell. Igen. Tehát önálluk nem a gyerekeknek az érkezése volt a úgymond gátja annak, hogy tovább folytassák, hanem az, hogy elhagyták az országot. Ez egy döntés, tehát nyilvánvalóan egyik részéről sem volt könnyű döntés. A második tagcsere az már azért egy kicsit húzósabb volt olyan értelemben, hogy akkor már én úgy éreztem, hogy ez már a második tagcsere, amit megélek, és nem tudom, hogy hogyan tovább. A Dorkát én nem ismertem, a Bea barátnője, és így az ő javaslatára hoztuk be úgymond az együttesbe. De
De szóval féltem is, meg nem is. Úgy azért, tehát az itt hagyott űr, az megvolt mind a két lány után. Aztán, hogy ez át tud-e formálódni, és a dorkával, meg a Bea, meg a dorka személyével így tovább tud-e menni, és nem válik már űrré, azt ugye még nem tudhattam. Tehát ahhoz meg kellett szokni mind a kettőt, úgymond érezni kellett őket, hogy a színpadi jelenlétük milyen, és aztán valóban az a Kriszti elment, jött a dorka, hogy úgy feltöltődött az egész, és akkor is azt kellett tapasztalnom még inkább, hogy tök mindegy, hogy ki hegedül, hanem hogyha én elmegyek, ugyanaz. Tehát most, hogyha én kilépek, akkor valakit még a helyemre beállítanak, és akkor megy tovább. Hát én most még nem gondolnám. Szóval úgy nem, összességében szerintem jól jöttünk ki ebből a úgymond tagcserékből. A princesz tagság az nem egy modell casting dimenziójában értelmezendő, de azért nem lehet nem észrevenni, hogy az esztétikum is játszik némi szerepet ebben. Tehát amikor esetleg az újonnan felbukkanó tagok felmerültek, akkor gondolom, aki ajánlotta őket, vagy amikor a döntés megszületett róluk, azért ez is egy szempont. Persze, abszolút, igen. Hát ez gondolom, hogy látszott is a felvételen. Igen, a fotókon is. Igen. Ez a mi lett volna, ha ez mondjuk így nem értelmezendő, meg történelmileg indokolatlan kérdés, de hogyha mondjuk van egy hipertehetséges hegedűs, hát mondjuk esetleg ilyen kerekdedebb, vagy nem olyan mutatós, mint ti vagytok, akkor az adott esetben az kidobását jelenti, vagy fölvételének. Azt kell mondjam, hogy igen. Tehát, itt látszani kell. Ez az egyik védjegyetek, ha úgy tetszik az esztétikum. Igen. Megmondom őszintén, hogy mostanában én is küzdök a kilókkal, mert már nem ugyanaz a felállás, mint 10 évvel ezelőtt, hogy annyit tehettem is akkor, amikor és amennyit, de nyilván magammal szemben is vannak elvárásaim, többé-kevésbé sikerül is ezeknek az elvárásoknak megfelelnem, néha többé, néha kevésbé, de hogyha egy új emberben gondolkodunk, akkor persze nagyon is fontos, sőt, a dorkát nézve ő a legvékonyabb, tehát én ehetek, ő ugyan vékony, amilyen vékony, és akkor ő viszi a pálmát, tehát ilyen értelemben még így egy kicsit ki is vált engem, de viccet félretéve tényleg fontos, hát valljuk be, igen, fontos a külső. Nem másfelől meg nyilván a tehetség, a talentum sem mellékes. Ilyen értelemben több hegedűs is meghallgattatok, amikor az adott tagcserékre sor került, vagy már minden ilyen ajánlásos úton, ahogy említetted, történt, és igazából nem volt szükség arra, hogy kvázi castingot tartsatok. Nem, egyáltalán nem volt erre szükség. A Dorkának az erőillete abszolút garancia volt arra, hogy itt aztán nagyon abszolút megállja a helyét. Meg az, hogy Bea ismerte őt, barátnők, többször dolgoztak együtt, úgyhogy semmilyen castingra nem nálunk ilyen sose volt. Említetted ugye pár perccel ezelőtt, hogy akkor a presszió már nem nehezedik rátok, bennetek is letisztultabb az egész együttesbéli jelenlét, és talán egyébként az, hogy ilyen nyugodtan és egymás felé is alázatosan tudjátok művelni ezt a Princess nevű dolgot, abban talán szerepet játszik az is, hogy tényleg a média figyelmem sem már olyan domináns felétek és erőteljes, mint korábban volt. Ilyen értelemben egyébként ez egy klasszikus zenekarként vagy együttesként működik, vagy most már inkább a féle, hát nem is side project, de legalábbis egy a fontos dolgaitok közül. Mert azért a korábbi Princess az egy, mondhatjuk, egy főállás, egy szívügy, egy teljes embert igénylő, sőt, többet is, mint egy teljes ember, és ilyen mértékig elfoglaltságot jelentő ügy volt számotokra. Most meg, ha jól érzem a szavaidból, ez egy nagyon fontos továbbra is, de mintha nem lenne akkora a tétje vagy a súlya a személyes életetekben. De van, abszolút van, csak ahogy mondtad, más is helyet kap emellett. Az igaz tényleg, hogy a kezdeti években csak ez volt, tehát úgymond hackney világból bekerültem az együttesbe, és ahogy sokasodtak a teendők, minden addig lévő dolgot úgy sajnos el kellett hagyni. Jelentette ez a Madár színházbeli szerepléseimet, a darabokban való játszást, stúdiómunkákat. Szóval zenészként voltál jelen, csak hogy nem színészként, zenészként voltál a darabokban. Madár színház zenekarában, igen, természetesen. Aha. Ott az árokban. Tehát egymás után kellett kihúzni vagy átadni, és akkor utána meg azt mondani, hogy kilépek, mert nem bírom csinálni. Az egy egyértelmű döntés volt, hogy a Princess felé mérleg a vagy billen a mérleg nyelve, mert tehát
Szerintem ez nem is volt kérdés. Ez egy nagy lehetőség volt. Igen, és azt azért nyilván, tehát nem utolsó sorban az is a közrejátszott, hogy akkor mi ebből tökéletesen jól megéltünk. Tehát annyira jó megélhetés biztosított, hogy nem is volt szükség még csak azon sem gondolkodni, hogy esetleg mi lenne. Nem is lett volna időnk rá. A mostani időszakban persze más a helyzet, tehát most már nincs olyan sok fellépés, következésképpen nincs olyan óriási bevétel sem, legalábbis nem folyamatosan, amire mindig lehet számítani. Meg ahogy mondtam is közben, hogy ez a közösségélmény, ez ebben nem nagyon munkált, és szeretem volna egy picit így vissza kúszni magam, vagy vissza kóstolgatni a nagy zenekari létet is, és ez többé-kevésbé sikerült is. Én most tudok játszani egy szimfonikus zenekarban, így kisegítőként. És hát ugye ez is, tehát ügyesen kell sakkozni az időket. Még mindig azon, hogy a Princess fellépés van, akkor természetesen Princess fellépés van, és akkor nem vállalok el más. Feltéve, hogyha a másik két lánynak is jó, mert nem csak én vagyok, aki mást is csinál, persze, hanem a Bea is az Operett Színház zenekarában dolgozik, illetve a Dorkának is van egyéb elfoglaltsága, a magyar virtuózó. Majd elmondja, úgyis jönnek majd hozzá. Persze, majd elmondja, csak annyi ügy érintőlegesen, hogy ő is dolgozik még sok másán. De azért a Princess az első még mindig. Szóval nekem ez azért is szívügyem marad. Ez biztos. És hogy alakult az évek során a repertoáratok? Mennyiben kellett átformálni az új felálláshoz, illetőleg esetleg az új energiájú emberek egy másfajta világot hoztak magukkal? Szóval például ez ilyen értelemben hatott-e a ti repertoáratokra, az új dalok születésére? Hát olyan nagy mértékben szerintem nem, mert inkább az, hogy mi zajlik a világban, tehát mi az, amit a többiek is úgy világszerte úgy előadnak. Igen. Gondoltunk arra, hogy kellene filmzene slágereket feldolgozni, filmzene lemezt, aztán arra gondoltunk, hogy ez jó ötlet, csak éppen mi nem képviseljük a szimfonikus hangzást, tehát mögöttünk nincs szimfonikus zenekar állandóan, nem az igazi, és ennek úgy kell megszólalnia. Úgyhogy aztán persze maradtunk egy kicsit még a gyökereinknél, a klasszikus dolgoknál is. Van új klasszikus átdolgozásunk is, a Bach démotokát és fugája, ami egy új számként van jelen a repertoáron. De az igazság, hogy én olyan eklektikusnak érzem ezt továbbra is, ezeket a Princess repertoárját, mert ugye vannak a meglévő számok, amiket 2001 óta játszunk, amik ugye úgy állnak össze, hogy klasszikus átdolgozások, vannak nekünk saját magunk számára írodott dalok, és ehhez még hozzájöttek a Libertango, ami egy örökzöld klasszikus, ugyan nem klasszikus értelemben vett klasszikus szám, de mégiscsak egy örökzöld klasszikus, amit a Viva España, hogy mindenki. Aztán van ez a Bach átdolgozás, van egy filmzenes lágerünk és a Karib-tenger kalózai, akkor egy operettet is becsempésztünk a repertoárba, ez a Marica grófnőből, a Kálmán Imre híres operettjéből, a Helycigány. Úgyhogy ha ezt így nagyon meg kéne határozni, innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi, szóval úgy nem igazán behatárolható műfajilag, de én azt hiszem, hogy közös, meg persze az mindig szempont volt, és ezután is az, hogy a közönség hogy reagál, és jól, hál' Istennek. Ugye azért az észrevehető, az új felállással CD-tek nem jelent meg még, ami azért még nem. Hozzá kell tenni, hogy a közben a zeneipar is erősen átstruktúrálódott, még a 2000-es évekhez képest, amikor még érdemes volt CD-ket megjelentetni, hát hirtelen most már egy a retöltések korában ez annyira nem éri meg, de valahol még művészileg talán meg mégis a féle határpont, tehát egyfajta ilyen, egy ilyen határkő, amire azt mondom mondjuk 2-3 vagy 4 évente, hogy na akkor most innentől ideig jutottunk. Ilyesmi munkál bennetek, már csak ilyen szempontból is, hogy akár csak szerzői alapon egy pár százat az ember megjelentessen, hogy most nagyjából így nézünk ki mi újonnan hárman, vagy ez más gondolat mentén, más marketing mentén működik, ahogy tetszik? Hát is, mert nagyon munkál bennünk, tehát én személy szerint, meg
a többiek is úgy gondolják, hogy tényleg nagyon jó lenne valamivel előrukkolni, hiszen elég sok apropója lenne, már ugye vannak új számok, és úgymond az új princesz előadásában, de valóban a letöltések idejét éljük, nem tudom, hogy mennyi értelme lenne, vagy mennyire lenne nagy keletje annak, hogy most boltokba nyomunk ez pár száz darabot, de internetes terjesztés az inkább reálisabbnak tűnő dolog. Az az igazság, hogy én nem tudom, hogy ez ennek most ebben a pillanatban, hogy áll ez a projekt, mert ugye én nem a háttérmunkával foglalkozom. Még szerintem az egy jó pár számot szeretnék így átdolgozni, vagy összerakni, megvalósítani, és akkor azért lesz már egy jó pár új dal, amivel tényleg elő tudunk rukkolni, mert az a vicces ebben az egészben, hogy bárhol nyilatkozunk, vagy nyilatkozom, szinte mindig beszélünk arról, hogy jó lenne új lemez, jó lenne új lemez, és már szinte az interjúk során többször esik szó. Szerintem már szinte azt is mondhatnám, hogy van új lemezünk, annyit beszélünk róla, de közben meg még nincs kézzelfogható, de azért jó lenne, ha lenne. Jó, hát mondom, a dolog financiális oldaláról abszolút megértem, hogy ez egy nem egyszerű vállalás, és még ha mondjuk ingyenes letöltés keretében is az ember felrakja mondjuk a weboldalra, azt is valakinek meg kell fizetni, valakinek, hogy stúdióidő, stb. Tehát ez nem egy olyan egyszerű sztori manapság. Egyébként hogy néz ki a daloknál a szerepleosztásotok? Tehát hogy találjátok ki azt, hogy most ezt a részt te húzod, ezt a részt te, ezt a részt mindhárman? Ez milyen alkotói folyamat mentén? Mi ezt úgy szoktuk kérni azoktól, akik hegedűszólamot írnak nekünk, hogy miután három egyenrangú hegedűsről van szó ebben az együttesben, mindenkinek jusson szóló szerep. Ezáltal ez egy nagyon egyszerű dolog, egyszerű kérés, mindenki játszik szólót, illetve mindenki játszik kíséretanyagot, de persze van az első szólam, aki a úgymond legmagasabb regiszterben hegedül, aztán van a közép szólam, és akkor van az alsó szólam. Kíséretanyagot általában mondjuk ilyen leosztásban kapjuk meg, tehát én mindig hozzá vagyok szokva, hogy én brácsa, nem, hát igen, gyakorlatilag brácsa regiszterben hegedülök, a be a középen, a Dorka, mint első hegedűs legfölül, de ez így, szerintem most, ahogy így néztük, éppen is most szembesültem ezzel a koncert részlettel, hogy ez így nem derül, hogy most ki van lent, meg fönt, és ez annak köszönhető, hogy mindenki kap szóló szerepet, szóval ez azért így jó. Akkor ez végül is le tudja törni azokat a mondjuk így ego törekvéseket, amikre esetleg korábban lehetett precedens? Értem az alatt az, hogy valaki úgy érez, hogy nem elég szerepet kap az adott dalban, vagy az adott koncerten. Igen, egyébként igen. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy a korábbi években eléggé kezdetlegesek voltak ezek a hegedű szólamok, fotko a partitúrákat, a partitúra hű anyagot, tehát konkrétan a megírt első-második hegedű szólamot, és akkor azt így variálgattuk magunknak. Szóval kicsit olyan autodidakta módon, és most már egy jó pár éve azért, sőt a harmadik lemezünk óta azért így nagyon, nagyon szép és nagyon jól átdolgozott, kitalált, lefektetett hegedű szólamokat kapunk, ami önmagában is megállja a helyét, mint három hegedű, tehát mint hegedű hangszerelés is megállja a helyét, és kell is, mert nem lehet ilyen össze-vissza jött pilinckázni, vagy így játszom valamit, meg te is, hanem úgy ki kell ezt találni, és ez tényleg így ki van már találva neki. Aha. Azért igen hosszú út vezetett el a régi princesszig, meg hát az újig is természetesen. Amikor te egészen kicsi voltál, akkor te üvöltöttél otthon, és ráztad a függönyt, hogy már pedig te mindenképpen szeretnél hegedülni, ugye édesanyád zongoraművész, vagy pedig lenne, hát ez megúszhatatlan volt lévén, ugye az anyai irányzék az megvolt számodra is, hogy zenével foglalkozzál. Hát inkább az utóbbi. Igen? Hát igen. Rád kényszerítették? Nem kényszerítették rám, de olyan annyira egyértelmű volt, hogy zeneiskolába beirat az édesanyám, mégpedig a kolléganőihez, barátnőihez, aki három teremmel odébb hegedűt oktatott, míg ő a zongora billentyűnek a megidomítására próbálta a gyerekeket így rávenni, vagy megszólaltatására. De miért nem a zongorára akart egyébként? Azért, mert az anyu azt gondolta, vagy azt mondta, hogy az ő gyerekei ne tanuljanak zongorát, hanem olyan hangszert választanak, amivel zenekarban el lehet helyezkedni. Értem.
Tehát ami, egy kicsit ami ilyen jó. Praktikus és egzisztenciális megközelítése hát volt édesanyjának. Igen. Végül is mondjuk így, ha belegondolok, létezik olyan, hogy zenekari billentyűs. Uh-huh. Tehát lehet nékén éppenséggel. De nem, minden esetre ez így alakult, uh-huh. nálam a hegedű, és az öcsémnél pedig a fuvola lett a választott uh-huh. hangszer. Vagy nem is tudom, hogy... Nem is emlékszem, hogy ezt én szerettem volna, vagy csak adtak a kezem, vagy ezt most hát jó, jó esélye az utóbbi, hogyha nem emlékszel rá, mivel pedig ez egy belső elhatározás volt gyerekfejel. Hát nem az volt, hogy én berontottam az anyóhoz, hogy már pedig én most hegedűt akarok tanulni, hanem valahogy ezt lehet, hogy tőle kéne megkérni, nem tudom, megmondom őszintén, hogy miért pont a hegedű, vagy miért nem a zongora, azt ugye most ezt előbb mondtam, hogy miért nem, de hogy miért pont a hegedű, hát... Uh-huh. Valamiért a hegedület. Kényszernek élted meg? Hogy emlékszel a korai évekre, hogy szenvedtél, hogy miért kell neked ezt művelned, és egyáltalán mi dolgod ezzel a... Hát nem éltem meg kényszer. Akkor még nem. Nem, tehát így a kezdeti években nem, mert én egy annyira ilyen olyan simulékony gyerek voltam, nagyon csendes voltam. Oda raktak, akkor ott maradtam. Azt mondták, hogy ezt kell csinálni, akkor azt csináltam. Én nem háborogtam, én nem lázadtam. Szorgalmas volt? Tehát a gyakorlást is akkor betartottad? Hát úgy hézagosan. Tehát egy időnként igen, aztán időnként meg nagyon nem. Az elején szerintem igen, aztán úgy voltak ilyen lébecolós uh-huh. évek, de hát kinél nem. Hát persze, amikor már rutinná válik ugye a hangszer igen. ismerete az elején azért a szüleim biztos jó néhány kellemetlen pillanatot átértek azért, mikor a gyerek gyakorolt, tehát így az diakos, fél éve nem, vagy igen, hetek. A korai szakasz a hegedülésnek igen, az lehet ember kínozni vele, igen. De túl lettünk rajta, igen. Ezen túlmenően azonban ugye a középiskolá is a zenei egyében, tehát zenei szakközépiskolába járt. Igen, aztán végül is komolyra fordult a dolog, mert amikor eljött a pályaválasztás éve 8. osztályban, ugye akkor mi még a régi típusú iskola rendszer, 8-ban, 8. után én már... sajnos én is, igen. Én akkor osztályban. Akkor egyértelmű volt, hogy a hegedű az, amivel tovább megyek. Számodra volt egyértelmű, vagy még mindig inkább viszont? Hát akkor már azért számomra is egyértelmű. Igen, mert azért nem, tehát azért kiderült volna, hogyha ilyen marha okos vagyok, vagy jól adok össze, hogy csak matematikus lehetek, vagy hát nem. Édesapám vegyészmérnök, de abszolút nem örököltem azt a vénát. Mindegy, de talán nem is baj. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy a választott dolog, ugye a humán is azonban, és a zenés azonban, és a hegedű, akkor hova tovább, és azok Kecskeméti szakközépiskola, az zeneművészeti szakközépiskolába vezetett az út. Úgyhogy vidékre kerültél ezek szerint, hát az egyfajta kiszakadás is lehetett számodra, bár mondod, hogy csendes jó gyerek voltál, de itt aztán elvadultál egy kicsit? Hát az utolsó évben elvadultam, igen, akkor nagyon durván elvadultam. Csíva. De addig meg annyira jó gyerek voltam, tehát olyan rendes voltam, és állandóan gyakoroltam, meg tanultam. Hétvégente mentél haza? Igen, ekkora kajáspakkal mentem a buszon. Koleszos voltam, igen, akkor ott mindenki hozta az otthon, mindenki a másét tette. Koleszos voltam, szép volt, jó volt. Aha. Most már biztos nem csinálnám újra, de nem is kell. Igen, ez a kiszakadás, ez érdekes volt, mert hogy nagyon az anyukám szoknyája alatt körül legyeskedtem, és nagyon sok egy honvágyam is volt még az elsőben, meg 14, komolyan 14-15 évesen még így pityeregtem, amikor haza kellett, vagy el kellett menni otthonról. De hát azért ezt is kinövi ugye az ember, és egyfajta önállóságra azért rászoktatott, meg egy kicsit úgymond megkeményített ez a koleszos élet, meg alkalmazkodni is azért meg kellett tanulni. Viszont az iskola az nagyon jó volt, tehát a tanári gárda, illetve a társak nagyon sok minden még a mai napig így eszemben van, meg emlékem van, hogy melyik tanár mit hogyan tanított, meg ki hogyan mesélt, például a zeneirodalom tanárunk, aki az osztályfőnökünk is volt, hogy mesélt egy impozáns zeneműről. És most találkozom a Dohnányi Zenekarban egy művel, egy Haydn oratorikus művel, és emlékszem rá, hogy a zeneirodalom tanárnőm erre mit mondott, hogy vezette föl, és ez úgy jó érzés. Nyilván nem kérdezi meg tőlem senki, hogy na mit gondolsz róla, mert nem indiferens tényező, csak úgy magamban ez olyan jó leső érzés. Szóval jó pedagógus egyéniségek voltak. Meg hát igazából én nem voltam egy szorgalmas diák, tehát én nem.
Viszont azért csak odafigyeltem, tehát ez is azt jelenti, hogy amikor így visszaemlékszem dolgokra, néha ébren voltam az órákon is, és útra valót adott, igen. És az bizonyos utolsó év, az miért fajlott, vagy fajult elvadulásba? Azért, mert szerintem így a palaszból kiszabadult a szellem, elegem volt abból, hogy örökké csak tanulik, meg örökké megfelelés. Megmondják, hogy mit kell csinálni, meg gyakorolni, meg minden, és kicsit rossz társaságba keveredtem. Lehet, hogy hozzám hasonlóan az osztálytársam közül kerültek ki azok a lányok, akiket most rossz társaságnak nevezek. Erre elnézést kérek értük, de lehet, hogy ők is ugyanígy gondolták, hogy na most már aztán így elég legyen ebből az egészből is. És akkor ezben volt egy-két ilyen elhajlós buli. Hát én abban ugye részt vettem, de nem tartott sokáig, mert ugye pikpak következett az érettségire való rákészülés, meg akkor onnan, hogy hogyan tovább a főiskola. Úgyhogy igen, aztán visszakerültem ide a fővárosba, és itt folytattam a főiskolás éveket. Nem volt benned valamiféle B-terv, vagy nem is villant fel annak a lehetőség, hogy egyébként jó dolog ez, meg szerettem, meg értek is hozzá, de amúgy még olyan szívesen foglalkoznék, mit tudom én, a állatorvoslásra, bármit, csak ami nem zene, de hogy mégis úgy érezted, hogy esetleg lehet, hogy ez még lehetne az utam. Hát komolyan szerintem. Volt igen egy időszak, amikor arra gondoltam, hogy de, aztán egy is határoztam, hogy én most akkor elmegyek egy színjátszókörbe, és akkor most kitanom a színészetet, mert hogy ugye ez motoszkált így benne. De olyan nagy akaratörő ezek szerint nem szorult belém, hogy most nagyon komolyan pályát módosítsak, mert mindig volt mit hegedülni, tehát állandóan. És akkor az volt az érdekes, most, hogy erről beszélünk, hogy a diplomát követő években rögtön befészkelt a zenélésbe magát a színház az én életembe. Tehát a diplomám másnapján az akkor még működő Rock Színházban találtam magam. Picit így kaptam abból is, amit szerettem volna, hogy színház. És akkor megismerkedtem az ilyen remek művekkel, mint a Jézus Krisztus Superstar. Beültem, és akkor hegedültem, hogy mi van? Meg mik szólnak, dob, meg ilyen hangot. Szóval egy teljesen más világba csöppentem bele. Beszívtam a színháznak a szagát, ez a padló, meg a szag, én rögtön ott is maradtam. Elvarázsolódtam. Igen. Úgyhogy nekem ez nagyon jól esett, megmondom őszintén, hogy diploma után rögtön a színházazni kezdtem, és akkor a Rock Színház után Madách Színház, tehát nagyon sok színházi munkát tudtam vállalni. Lényegében a Madásból kerültél ki az Alakuló Princesz tagságába, vagy kerültél át, vagy még volt egy... Hát akkoriban sokat dolgoztam a Madách Színházban, a Nyomorultak című műzikelmet, meg az Anna Karenin is elég sok előadás volt. Akkor még nagyon sok előadás volt, és mindenben volt zenekar, meg még bőven hegedűk és négy hegedű is. Most már ugye azóta csökkentik mindig az apparátus, mert ennek is financiális okai vannak, de igen, akkor hát aztán még volt egy színpadi szerepem is egyébként a Fém című musicalben, tudtam. Csak bejött oda a színészet? Igen, egyébként volt két mondatom is, tehát olyan élveztem. Nagyon. Szeretted? Igen, nagyon szerettem csinálni. Hát akkoriban az is volt, hogy a színházi zenélés mellett, meg ez a úgymond színpadi szerep is volt. Stúdiómunkák voltak, de azért így, igen, ahogy mondtam, ugye mindenből le kellett faragni, aztán teljesen elhagyni ezeket a dolgokat. Mert hogy jött a fő projekt, aminek apropóján ugye beszélgettünk itt ma este. Egyébként, hát ti azért nagyon sok fele járthatok a világban, ugye? Európában, Egeren túlon is, stb. Igen. És furcsa módon az új felállású Princess is egy tengeren túli körút, vagy legalábbis fellépés sorozat hozta össze. Mexikóban voltatok? Igen. Ez izgalmas lehetett, hogy így, ha jó, akkor már ismertétek mondjuk a Beával egymást, meg de végülis a Dórával, ott szoktatok össze, úgy tetszik. Nem volt fura, hogy így a világ másik pontján kell egymást megszoknatok? Hát most, hogy így visszagondolok, nekem olyan természetes volt már az, hogy a Dórkával utazom egy turnébuszban, holott való igaz, hogy alig egy-két hónapja ismertük egymást, mert én ugye nem találkoztam vele még már korábban, mint a Bea, de aztán ugye a lakást is úgy oldottuk meg már a turné ideje alatt, elszállásolást, hogy hol ő volt a Beával, hol én vele, tehát hogy így vegyesen aludtunk együtt, és akkor is olyan természetes volt, hogy ott a Dorka szobatársa, szóval nem volt semmilyen nagy... olyasmi, hogy most ilyen
meg kell szokni, vagy hogy át kell a keresztségen esni, és akkor hűha. Maga ez a turné is egyébként egy ilyen derültékből, villámcsapásból hogy volt. Hogy különben? Épp Mexikóban első alkalommal volt? Második igen, alkalommal? Igen, wow. Igen. Az első alkalommal 2003-ban voltunk, ugye régi csapattal, akkor is egy ilyen akkor talán nem voltunk ilyen hosszú ideig, mint most, meg közel 3 hét volt most ez a legutóbbi, 2012-es Mexikó. A 2003-as az ilyen 11-2 nap talán, vagy maximum 2 hét, és ez a legutóbbi, ez tényleg tehát hetek alatt szerveződött, meg kéne menni Mexikóba, jó, menjünk. De tényleg, jó, menjünk, de nem adtunk nagy hitelt neki, és akkor kiderült, hogy valóban kellene menni, és akkor van 10-12 fellépés, és akkor mit szólunk hozzá. És mentünk november végén, 2012-ben. Egyébként a külföldi közönség nagy általánosságban hasonlóképp vevő rátok, mint a magyar? Tehát nagyon bírják ezt a három szép csaj, húzza a nótát, és egészen meglepő. Ez a Mexikó, ez különösen egy olyan élmény volt, hogy úgy éreztük magunkat, komolyan mondom, mint valami világsztárok. Tehát el tudod képzelni az ilyen tüzes Mexikó, ilyen nagyon nyitott mindenre, barátságos, fülig ér a szája, és akkor jön, és fotó, minden. És ez itthon is megvan, csak úgy tízszeresével. Tehát esténként nem tudom hány fős koncerttermekben játszottunk, és állati helyesek, meg kedvesek, meg szóval annyira barátságosak voltak, hogy egy pillanat alatt átvettük ezt, hogy így áramlott közénk ez a jó kisugárzás, és minden helyszínen úgy lett megkérdezve, hogy jön a princesz Magyarországról egy együtt, és mintha valami hazai csapat lett volna, akiket ők ismernek, szóval olyan szeretettel fogadtak minket, hogy tényleg most így beszélek róla, hogy átélem, vagy újraélem a 2 évvel ezelőtti dolgokat, és tényleg egy nagyon, nagyon nagy élmény volt, és nem csak Mexikó érdekes módon, hanem az arab térség, ott is jó párszor voltunk, Abu Dhabiban ott is más, hogy lelkesednek, de meg volt az a valami, ami ez a kölcsönhatás, ami előadó művész és közönség között létrejön, ha létrejön. Németországban is, a turnékon ott is mindenki ugye hozza a saját temperamentumát, de hál' Istennek így... Elutasításban azért azt hiszem sehol nem hál' Istennek. Biztos vagyok benne, hogy pár napon belül, július 20-án Ausztriában sem lesz elutasításban részletek, ott hol fogtok majd fellépni egyébként, milyen közegben? Igen, a Radingban fogunk játszani, Ausztria területén. Ez egy klasszikus koncert lesz, amelynek első részében leszünk mi, vagy egyik részében, Liszt centrumban fogunk zenélni, egy meghívásos koncert lesz. Általában igyekeztek a közeghez is formálni a repertoár? Tehát teszem azt, ha Mexikóba mentek, akkor esetleg valami helyi jellegzetességet, vagy Mexikóra utaló világú dallamot, dalt vesztek elő, vagy inkább hozzátok azt a tuti bevált repertoárt, ami mindenhol is működik. Is. Hát ugye van az a mag, amit mindenhol eldurrantunk, mindenhol muszáj eljátszani, és abszolút vevő rá a közönség. De ezt most jó is, hogy kérdezem, a Mexikóban például azzal próbáltunk kedveskedni, hogy mexikói karácsonyi dalt játszottunk. Ugyanis úgy volt, hogy karácsony előtt jöttünk haza nem sokkal, és hát amikor ezt így elkezdtük a hegedűn, hát akkor ilyen hatalmas üdvibalgás, tényleg. De ugyanígy például azt is el tudom mesélni, hogy kaptuk a hírt, hogy Mexikóban él egy Kálmán Imre leszármazott, aki ellátogatott az egyik koncertünkre, és szerette volna, vagy talán az ő külön kérésére készítettük el a Hely cigány című betétdalt, és a Marica grófnőből, úgyhogy ugyan nem mexikói stílusú dologról van szó, hiszen ez egy operett, de a mexikói turnéra készítettük el ezt a számot, úgyhogy igen, ez meg ezek a mexikói karácsonyi dal, ez azért így jól sült el. Hát remélem, hogy jól sülnek el majd a dalaitok Ausztriában is, nagyon sok sikert kívánok az ottani koncerthez, meg hát a továbbiakhoz is természetesen további nagyon jó fellépéseket. És egyébként érdekel az állásképpen, hogy valamiféle személyes ambíciót, szóló dolog esetleg mozgat, vagy most teljesen jól érzed és harmonikusan érzed magad a Princessben is,
és ezt szeretnéd, ezt a fajta hangulatot és erőt megőrizni, ami most bennetek munkál. Igen, én abszolút csapatjátékos vagyok, tehát én nem csak az motivál engem, hogy hárman hegedüljünk, hanem amikor így beülünk a buszba, hogy kiegészülve a menedzser, meg a hangtechnika. Szóval ez egy ilyen lélegző csapat, akik már nagyon régóta össze vagyunk szokva, és állati jókat tudunk nevetni tényleg, de túl ezen soha nem voltak ilyen szóló ambícióim hangszerrel. Én mindig így éreztem jól magam, és így is szeretném folytatni. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm meg ezt, hogy itt voltál. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, az Édes Kettest látták, de természetszerűleg láthatják jövő héten csütörtökön este is, feltéve, hogy ide kapcsolnak a Fix TV-re. Legyenek így, várjuk Önöket, viszlát!